Igen, ez a telikor elment, igen. Ez az igazából receptek, de nem akár, hogy a nekem több kedvencem van, de leginkább... Hát az első gondolatom az nem a félelem volt, hanem a düh volt, mert én ezt egy olyan szintű diszkriminációnak érzem, ezt az egész tevékenységet, pontosabban ez nem is tevékenység, ez egy hajánál fogva előrángatott valami törvény, amit értelmezni sem lehet. Én úgy érzem, hogy ez megágyaz annak az eszmének, ami már sajnos megtörtént a 20. században, hogy az embereket megjelenésük, bőrszínük, vallási vagy egyéb hovatartozásuk alapján ítélték meg és üldözték, és nagyon-nagyon sok ember áldozatául vált ennek az eszmének. És úgy érzem most, hogy ez csak a kezdet, tehát hogy azokat az embereket, akik nyíltan vagy nem nyíltan homoszexuálisok, azokat megbélyegzik, azokat kiközösítik, nem tekintik a társadalom egyenrangú tagjának, amit egyszerűen felháborítónak tartok. Ilyen alapon akkor holnap utántól a kék szeműeket fogjuk üldözni, és később meg a szőkehajúakat, szóval egész egyszerűen abnormálisnak tartom. Lehet, hogy alulra teszem, vagy az nem jó? Esetleg csütörtökre megérkeznek a könyvek? Igen, megpróbálom fölhívni. Jó, akkor nem írok neki e-mailt, mert számlát nem tudok így csinálni neki. Teljesen elveim és gondolataim ellenére, de nyilvánvalóan részben törvénytisztelő ember vagyok, és úgy mellesleg nem szeretnék sok milliós bírságot fizetni a nem létező bűnömért. Ezért aztán mi is igyekszünk betartani azokat a szabályokat, amiket ránk okrojáltak most az utóbbi időben. Azt gondolom, hogy aki írni akar, az írni fog. Teljesen mindegy, hogy kiadják vagy nem adják ki, teljesen mindegy, hogy mit gondolnak a törvényalkotók, és az alkotás folyamata az ettől elválik. Tehát ha egy íróban benne van egy történet, ami ki akar jönni, és az történetesen meleg szálakat, meleg elemeket, vagy maga a történet meleg irányba halad, az semennyiben nem fogja befolyásolni, semennyiben. Igen, egyfelől szimbolikus az akció, másfelől gyakorlati háttere is van. Alapvetően szeretnénk, hogy ezek a könyvek megjelenjenek a magyar irodalmi közéletbe és a mindennapi beszélgetésekbe, ezért akarjuk például ingyen adni őket az embereknek, de van természetesen szimbolikus jelentősége is, pont a Libri előtt, ahol ezek a könyvek ugye befóliázva kaphatóak most már. Kíváncsi leszek, ki lesz, aki elviszi.